Sziasztok, Juti nézők, sziasztok! Hát most nem is kell zene, mert van itt ilyen izé, háttérhang. Ja, van itt ilyen háttérhang, úgyhogy sem kell zene. Nektek nincs sok a játék valami gőtöknek? Jó napot kívánok itt most. Hú, a kávé meg kihűlik. Addig megisszuk. 11.654 aszetot tölt be. Nem olcsó ez a játék, amúgy, 40 euró, de megéri. Megéri, mondom, mert két nap alatt 30 órát beleraktam. Egyszerűen egy hibája van ennek a játéknak, azt, hogy nem lehet abba hagyni. Ezt a játékot nem lehet abba hagyni, bazd meg. Csak akkor, hogy itt alsz a szék. Kurva jó ez a játék. Meg valamit akartam mondani, de elfelejtettem. Meg hogy akkor is, akkor ezt a még érdekesebb lenne, hogyha lenne tényleg egy 4-5-6 player, aki így végzi a dolgát így erdőben, meg mindenhol érted, csinálja a házát, és így összefuttok vele így véletlen, és akkor megy a harc. Kurva jó. Így van, csak a gyengék alszanak, a profik rásztoznak el. Egyszerűen elkap az a érzés, akár szamer. Ezt is kéne csinálni, azt is kéne csinálni, még ezt csinálni, még kéne egy kis scrap, meg kéne menni lootolni, de a házba is kéne csinálni még ezt, azt, meg úristen, meg faszom tudja, egyszerűen kurva jó. Reggel még tolt, igen, 8-kor, vagy nem, valahogy, máma is valahogy úgy fejeztem be, szerintem fél 8-kor. Fél 8, valahogy úgy, 7 fél 8 körül szerintem. Tegnap délután 4-től szerintem, 3-4-től. Csöcs. És nem aludtam be. Én még szívesen most idáig játszottam volna. De mondom, már valamit kell aludnom, mert kéne streamelni is, meg minden. Úgyhogy érted. Úgyhogy kényszerből mentem aludni. És itt van Letty a játékba. Letty itt van a játékba. A Letty. Na. A srácok, szárja. A kukimot elrejtem akkor. Kukimot. Felkiáltója a támadás, Letty? Várta, hogy kell rejteni a kukit? Azt mondja, hogy... cenzúra, mesztelenség. Aha. Pix... Nézzek a fütyimre? Aha, most ki van izéve, pixálva. Na! Akkor itt van-e. Szóval itt van a rusztocska a házom, ahogy lássátok mellettem, Black Letty élő online-ban van. Épp otthon tartózkodik. És itt a kukim, lássátok, így van, kicenzúrázom most. Mert amúgy nem lenne. Nem lenne kicenzúrázva, de most ki van. És akkor így meg lehet nézni a kukimat. Meg mindenféle dolgot. Így van. Na, gyorsan megmutatom, hogy milyen helyzet, oké? Okay? Hogy mit csináltam 30 óra alatt. Szóval ez itt a én birodalmam, ott lakik Letty amúgy. Ezt már mindjárt átugrunk hozzá. Szóval itt a én birodalmam, ezt így 30 óra alatt építettem föl. Nagyon sok szenvedés árán. Úgyhogy igen. És akkor itt van a bejárat. Itt leraktam ilyen postarendszert. De valaki ilyen játék... Hopp, ez egy valami jön már érkezik itt most. Halljátok a hangot? Bazd meg, jön a medve, geci. Azt a kurva. A hangok azok eszméletlenek a rázba. Az meg mindent is lehet hallani, minden lépést. Szóval van itt ilyen postarendszere. Ide valaki berak valami zsákmányt. És akkor a másik oldalon, úgyhogy nem találkozok az adott illetővel,
A másik oldalon én ki tudom szedni a zsákmányokat, érted? Szóval lehet itten donétálni nekem például, hogyha úgy van. Szóval ez ilyen előszoba, érted? Előszoba ilyen védelmi rendszer, hogyha véletlenül valakit megtámadna. Itt van ilyen lámpáska, érted, hogyha itt nagy zék vannak. Na, bemutatom a garást, oké? Okay? Bemutatom a garást, hogy milyen helyzet a garázsal. Mert nekem a garázsom is van, érted? Nem játszom kicsibe. Szóval van garázsom, egy autó... Szerintem Letty elvitte egy körre autómat. Aha, jó, ezt meg kell javítanunk, ezt az autót szétnézéljen, baszódjon. Szóval ez ilyen autó, itt lehet grillezgetni autóba, érted? Csicsikári, minden, tárolója is van. Ezt már én alakítottam így át autót, hogy legyen egy ilyen hátsó része is, meg minden. Dupla motor van autóban amúgy, csak szeretném azt így hangsúlyozni, hogy itt is van motor, meg itt is van motor. Úgyhogy nagyon megyen ez az autó. Nagyon megyen. Üzemanyagunk még van. Szóval ez is ilyen dupla garázs, itt a kiálló, érted? Itt a kiálló keményen, itt ki lehet menni, és akkor lehet menni a világba. A térkép az ekkora. Ez a kis szigetecske. Ott megy a nagy lútos hajó, nézd meg. Hát mondjuk szerintem 50 ember ez a sziget, ez nagy lenne. Egy 10 ember nagyon jól lehet tud játszani ezen a szigeten. Na, szóval itt van ez. Ugye van még egy garázsajtó, hogyha mondjuk erről akarok beállni, hogyha ez mondjuk szerelés alatt van. Érted? De amit itt láttok, srácok, ez rengeteg mindenféle nyersanyag, úgyhogy ez nagyon nehéz volt összeépíteni, érted? Na, szóval ez a garázs. Majd ajtókat át kell írnom. Mindegy, ezt megcsináljuk. Na, ugye itt van a nappali. Jó napot kívánok. Belegyújtani a kandallót, érted? Igen, itt a kandalló. Minden tököm. Itt vannak a ládáim. Azért már van egy pár fegyver is. Ez a szemetes láda. Ez ilyen ruhás láda. Ez a nyersanyagláda, most csöves vagyok, mert most nagyon sok mindent elkötöttem. Úgyhogy nagyon csöves benyomom most. Nagyon sok volt a fejlesztés mindenre. Töltényes láda, érted? Mindenféle dolgok vannak itt erre felé. Ja, ez a másik szemetes láda. Van a hűtő. Az itt a medvehúsikban vannak készülődve, érted? Kirántásokra, meg minden. Másik hűtő. Már van ilyen elektromos grillem is azért, mert nem kicsi benyomom, érted? De itt persze ez nyersanyagok égetésére szolgál, mint a kemence. Csak ide kell berakni fát a kemencébe, így ez meg árammal működik. És ugye már elektromos rendszer is van, nem csak sötétben vagyunk, érted, ahogy lássátok, lógnak a lámpák a falon, és nagyon be vagyok áramozva. Ha most átváltok áramra, lássátok ezeket a csíkokat. Na, az mind azt jelenti, hogy azokat a kábeleket kellett húzni jobbra-balra, és nem csak úgy van ám, hogy te bedugod egyikbe, meg a másikba, akkor is az működik. A lófaszt. Úgyhogy ez ott mind nagyon komoly munkákkal, meg mindenféle. Innen szarra járt ez, hogy itten minden működjön. Na, mert hogyha bekapcsolod, oda néz, hogy világít, beszarsz. Nagyon faszá. Ugye itt ez a TC, amiről beszéltem. És írja, hogy egy nap 19 órán van, és szétbomlik a házam a gecibe. Úgyhogy ez az a TC. Ugye itt vannak ilyen asztalok, ami lehet craftolni, ebből még van még egy, ami nincs meg. Villanyszerelő is lettem persze, hogy a faszom van-e. Na, megmutatom a emeletet. Ezt majd este kéne megmutatnom, mert itt nagyon nagy dizsi van. Nagyon nagy dizsi van, ezt majd este bemutatom ezt a szobát. Addig zongorázom. Hopp, épp egy drop jön amúgy. Érted? Nem jó volt. Virágom, virágom. Zongorista minden, érted? Ez ilyen zeneszoba, itt lehet mindenféle dolgot csinálni. Szórakozni, érted? Itt szoktam menni a nagy diszkók, esténként, tudod? Itt szoktam, de ezt majd
este megmutatom nektek, hogy ez milyen amúgy az egész rendszer, mert az este fog ez jól kinézni. Megmutatom a fönti dolgokat, hogy itt mi van. Aha, kukoricám nődögél. Nincs vize, bazd meg. Oda nézzetek, milyen öntözőrendszert alakítottam ki. Nagy csövezésekben vannak itt csinálva, érted? Szóval nagy öntözőrendszerek, hogy ide jövök, oda néz. Azért nem vagyok akárki, bazd meg. Érted? Öntözőrendszer, bazd meg. Minden faszom. Vannak vízgyűjtő cuccok, hogy gyűjti a vizet. Azt is megoldottam, hogy a vízgyűjtő, ami gyűjti a vizet, az elektromosan fölnyomja, mert elektromos kábel vezet föl, és belenyomja nekem a vizet. Érted? Belenyomja nekem a vizet ezekbe? Hát beszart, behugyozol, geci. Ezen dolgoztam tegnap hajnalokba. Úgyhogy ami gyűjt vizet, belenyomja nekem ebbe? A tárolóba? Hát eszméletlen. Eszméletlen, úgyhogy nagyon komoly. Jó, kukorica az nődögér. Na de mivel működik egész ház? Hát mivel működik a ház? Érted, nem csak úgy van, hát napelemek. Érted, hát napelemek lehelyezve. Szóval napelemek lehelyezve, és ugye ez a nagy generátorom, ez az alsó kettő szintet. Hogyha itt a áramat megfogjuk a kézbe, akkor lehet látni itt a kábelozást, ugye? És itt lehet látni, hogy 20 000 a kapacitíje most, 24 000-ben, úgyhogy ez nagyon fasz, ez így megy föl minél jobban, tölti a nap ezt a generátort, ezt a akkumulátort, és akkor ebből él a ház. Ugye mindenféle ilyen elosztók, meg kettő-három csinálók mennek itt mindenfelé, és ez több mindent is. Aztán vannak ilyen kisebb akkumulátorok, amik ilyen kisebb dolgokat látnak el, mint például a öntözőrendszert, meg ezeket, mert ezeket nem csatlakoztattam hozzá alsó kettő szinthez. Ó, ott van Letty, nézd meg. Átkiabálunk neki. Halló! Halló! Szia, Letty! Szia, Letty! Hogy integet nekünk, nézd meg. Ott integet. Hello, szia, gyere át egy kirántott húsra! Hello, szia, gyere át egy kirántott húsra! Nincs nálam kukker. Milyen helikopter jön? Az baj, várja. Remélem, attack helikopter lesz. Ha persze. Jön egy attack helikopter, Letty! Jön egy attack helikopter, Letty! Fussá! Fussá! És a főső rendszert még nem is tudtam megmutatni nektek. Mert itt vannak ilyen nagy láda, ezeket majd visszajönk, hogyha át a helikopter elmegy a faszomba. Szia Nicolettus, szia! Jó napot kívánok! Nem azt, azt. Na, én este akartam megmutatni, de Letty megmutatta. Azért diszkó van. Mindent is lehet ebben a játékot csinálni, bazd meg. Egy kutyúba táncolunk. Értem, együtt toljuk. De tud beszélni a játékba, csak most nem akar, érted? Nem tudom. Gatya? Hát szellőztetni kell a tojást. De kurva hangos ez. Ha jó napot kívánok! Magad nem akar beszélgetni veled? Nem. Nézné már rám! Mondjál valamit! Halló? Nem érek rá amúgy.
Mire beszélgetni? Hát most arra sem, mert éppen sütök. Mármint IRL sütök, úgyhogy hol itt vagyok, hol nem. Aha, és milyen süti lesz? Semmilyen süt kumpi. Aha, süt krumpi, nagyon nagy süt krumpi. És mivel fogod inni a süt krumpit? Megsimiszted a arcom? Kepöcs. Mi? Milyen kapocs? Kepöcs. hogy ketchup. Aha. Értem, kiszedted a szemöldököt? Nézzél rám picit följebb. Megmutatod magad messzelenül a nézőknek? Nem? Most ki van blőrözve, úgyhogy nem lássák teljes mértékben. Az itt elég itt lesz, az... jön majd Dávid, igen, jön majd Dávid is. Na, így néz ki Letti, nézzétek, azért a szőrkék azért ott vannak keménybe. Szőrkék, igen, a seggek is, meg minden. Az igen. Nagyon komoly testek vannak itt, kérem szépen a hölgyeim és uraim. Azért még azért hónai szőrök is beficcelnek ott. Nagyon komoly. Nagyon szexi vagy még mindig, azt kell, hogy mondjam. Na és mi a helyzet? Mi ott csináltál már, Letti? Hát, majd ha benézel a házamba, meglátod. Basztana, akkor gyere, vezess körbe minket. Én addig adom a hangulatot. Mi van? Meg mindjárt akkor egy perc. Oké. Ez a geci helikopter elmehetne innen. Na, szóval így néz ki a ház most így, srácok, most itt, most így. Hol az a helikoptersz? Nem nagyon akarok följönni most ide, mert ha meglát a helikopter, az szétrakétázik a gecibe. Úgyhogy most ezt nem is fogom inkább itt most mutogatni nektek, majd visszajövünk akkor, amikor nem lesz itt a kopters-mopters. Na, el kell nekünk menni mindenképpen majd fát és követ szerezni, meg érceket, meg nyersanyagot, meg minden, mert nagyon-nagyon szarba van a haza. Meg kéne sütni kirántott hús, mert éhesek vagyunk. Úgyhogy grillezünk picit disznyajt. Meg kell hozzá fa. Mi szólt neked, Dávid, hogy jöv vagy mi? Nökolottusz. Ja, mondta neki, hogy jöjjön rusztozni. Ja, sietett. Nagyon helyes. Ott vannak a nagy kirántott medve talpak, oda néz. Ezeket befaljuk most. Azért nem is fogok éhes. Most nézem. Na mindjárt akkor ezeket már kisüssük. Ezeket kisüssük. Lassan kész lesz a kukoricám is. Kíváncsi vagyok, Letti mit csinált. Mit csinált, amíg én csicsikáltam. Töltény, az nincs nálam sok, úgyhogy kéne töltény nekem most. De ebből sincs sok, bassz meg. Jó napot! Pillanat. Lecsukom a grillt, ne égjen már. Igen? Mi van a bimbón? Mutogató. Fussú, mert jön a kopterc. Szevasztok én! Szia! Na, szia Letti, hello, szia! Itt vagyunk Black Letti otthonába. Kérem szépen, vezessen körbe minket most, hölgyem. De a körbevezetéshez beszélni kéne, hogy itt található a kandalló, meg ilyenek tudok. Hát ne, basz meg itt agyod, nincs mit körbevezetni amúgy. Hát de most, érted, most, aha! Ja, hogy itt már izék vannak, áramok, jó napot!
Aha! Oda figyeljé, hát nem sötét, de... Itt is van fönn. Eddig bekapcsolta a generátor. Ez mire megy? Mire megy ez a generátor? Ez benzíre? Aha, csináltam egy csomót. Hát de miért nem akkor már ilyen napeleves rendszert csinálta? Majd azt... majd. Ja, jó. Aha, itt van elosztó. Itt van elosztó lesz kinek. Igen. Gyere nézd. Addig a melegítő testek, hát én leszarom. Mi a fasz? Kurva jó. Hát... este jól néz ki. Ja, ez, és ez azért van, hogy most itt a melegedjél, vagy miért? Hát nyilván. Aha. És itt fönt? Várjál, ezt... a heli. Ezt a srácodnak meg kell mutatnom ezt a ajtót, mert ez... Ne. Ez... Letti építkezési rendszer, level 99 000. Ilyet a világ nem baszottam úgy, hogy érted, hogy jönné, itt vagy Letti, nézegetsz körbe, hogy mi a helyzet, itt jó napot kívánok. Szia, szia, jössz itt érted, szépen mész fel a emeletre, hopp, és egy fal. Ez mi a fasz? Érted? Miért van itt egy lépcső, hogyha van itt egy fal? Elnézel jobbra, és egy ajtó van a fizébe. A levegőbe, érted? Érted? És akkor itt ilyen ugrásszerűen föl lehet jutni a padlásra, ahol egy ilyen víz... mi ez? Víztároló. És nem tervez semmit letti. Hát igen, itt kevés napfényt fog kapni a gyübi. De ez ajtó, ez level 99999. Csak ugye valaki nem hagyott fejleszgetni. Micsoda, te akarták kirándulni. Elmentünk kempingelni, horgászni. Kimentetni a seggedet. Kinek micsoda? Kimentette a te seggedet? Hello. Én mentettem a tiédet, halló, mikor haladtam volna. Ugye? Mert egyedül kell kirándulgatni. És kiment veled a metróba. Ja, hogy neked már van kettes asztalod is? Ja, hogy te ilyen gazdag vagy, hogy 500 krepek vannak csak így össze-vissza bukszába, érted? Hát, dolgoztam, fasz meg. A kurva élet faszát. Ja, és itt van Letti garázsa. Kapott tőlem Alcsiba tegnap egy autót, ami azóta is ugyanitt áll, gondolom nagyon sokat ment vele. Úgyhogy nagyon sok pénzebe került ez a kis Herbie autó Lettinek, mert megláttam, beleszerettem ebbe autóba rögtön, és mondtam, hogy ezt muszáj neki megcsinálom. Úgyhogy készítettem neki egy ilyen kis autót. És Lettinek van lova, ami sokat szarik is. Hol a másik ló, ezt elvesztetted? Hát... fejbe kellett lőni. Mi? Fejbe kellett lőni a lovadot? Miért? Túl lassú volt. Oké, így gyilkosságok történnek azért, mert valaki túl lassú. Ezért most szeretném eljátszani a nótáját a lónak, emlékezésül. De ez már páncélos ló. Várjál. Páncélos ló. Azért Letti nem szaragurigázik, bazd meg. Az igen. Nagyon komoly ez vagy, nyomja. Ott óvatosan. Nani. Letti úgy betűskészte meg mindent, hogy itt soha élben nem jössz ki, érted, úgyhogy ne halnál meg. Szóval akkor te egy nagy áram csinálásokban voltál. Uh-huh. Keménybe. De még nincs kész. Hát igen, de majd a felső szintet meg kéne nyitnod. Nagyon szexi. Dig a generátor, hogy megy. Hát csak igen. Nem zabál olyan sokat amúgy. Úgyis csak estére kell fény. Hát igen, attól függ, hogy miket akarsz, mert aztán rengeteg mindent árommal lehet csinálni. Úgy nézem meg, hogyan vagy bekábelozva? Aha, innen jön a
Igen. Ide még be lehet dugni a cuccokat. Még ebből a generátorból még hármat tudsz vinni tovább. Hogy? Hát itt vannak alsó részein. Hát ez elosztó. Szóval ebből, hogyha rákapcsolsz egyre, akkor ugyanúgy fog áramot vezetni máshova. És ugye raksz még egy ilyen elosztó a falra, akkor még aztán abból is tudsz kettőt még vinni, vagy hármat. Láttad nekem, hogy megcsinálom? Nekem van a kettő is ilyen egymás mellett. Nem. Nézd meg, nagy sötétség van és lámpa meg le van kapcsolva. Jaj, be kell... Ne. Hát igen, még valószínűleg több lámpa is kér ide. Bitek. Hát ez sötét van. Középen még. Mit akarsz látni? Szia, Nikolett! Hello, szia! Hosszum, ide kell még a ládákhoz. Ez a geci helikopter? Vagy ki van a faszom ezzel? Pont itt van felettünk. Azt írja Twitch. Amúgy Twitch azt akarta, csak mondom neked letté, hogy támadjalak meg tégedet és fosszalak ki. Memé már. Hát nem tudom. Látod, ilyen rossz fiú ez a Twitch. Azt mondta, hogy mi lenne, nem sütnéd ki a szemem? Elnézést. Meg azt írta a lovadra, hogy megy a vadnyugaton a cowboy, megbotlik a lova, azt mondja egy. Megbotlik még egyszer, azt mondja kettő. Megbotlik harmadszor is, leszáll a lóról és fejbe lövi. Megszólal a felesége, miért lőtted le? Hogy fog menni most? Azt mondja a férfi, egy. Igen, Letti meg tapsolt. Te ezt értetted amúgy? Nem. Az igen. Minden Twitch, köszönjük. Köszönjük, senki nem értette. Na, Letti, mik a tervek? Nekem át kell jönnöm hozzád. Kurva sok lootolás. Hát igen, lootolni kéne, nincsen scrapem. Csóró vagyok, mint a templom megere. Nagyon sok. Úgyhogy nagyon sok scrapre van szükség. Nekem sincs, mert jól elköltöttem mindenre. Ja, meg izéket, akkor sok szemetet össze kell szedni, hogy tudjuk menni darálni. Meg amúgy fog jönni Dávid is. Úgyhogy növekszik a falu. Aztán ki tudja, még lehet szogni is. Meg helyet akárki. Na, talán elment helikopter. Most megmutatom a Dizsi szobát. Úgy fog világítani minden, bekapcsolva a reflektorokat, bazdmeg. Letty! Van Lettinek mobiltelefonja, csak valószínűleg nincs nála amúgy. Úgyhogy szeretném főhívni őt most telefonon, de valószínűleg nincs nála a telefon. Mert hogyha messze vagyunk, ugye, hogyha nem Discordon beszélünk, akkor nem tudunk beszélgetni egymással. Úgyhogy ugye főhívjuk Lettit. A hívott szám nem elérhető, érted? Mert nem hordja magánál mobiltelefont, amit kapott tőlem karácsonyra, bassz meg. És nem lehet vele beszélgetni. Na oda figyelsz! Na most fog ez jól kinézni. Azt az a... Mehet a buli! Te se vedned föl nekem még a telefont, az komoly. Ide még be kell húznom áramot a lámpákba, mert az nincsen. Majd ide fogok rakni egy kapcsolót. Úgyhogy ezt majd be kell húzni, hogy itt is menjen a nagy világítás. Bármilyen zenét be tudsz kapcsolni, még akár még a Klassz FM-et is tudod hallgatni, hogyha megy élőbe amúgy.
Úgyhogy még az is mehet. Még a Balázségot is tudod hallgatni reggel, hogyha úgy van a rádiódba. Az öntöző rendszerem az megy nyakra fölre, mennyi vízük van ezeknek, nézzük meg. 24% az lófasz. Most sem menjen a öntöző rendszer. Nőjön a kuki! Nőjön a kukika! Lötyi! Lötyi! Hol a telefonod? Hol a telefonod? Megpillerés alatt állám. Hallom, hogy kiabálsz! Halkan! Halkan! De hol a telefonod? De hol a telefonod? Zasiba. Hát de a zacsiba legyen! Hát de a zacsiba legyen! Most a zaciba vagy a zacsiba? Most a zaciba vagy a zacsiba? Nem, ha nem hallottátok? Ez mi ez a hang? Aha, lássátok? Most nem lássátok lettet. Hopp! Majd gyüna! Mindjárt készen vannak a bogyójaim. Kukorica az még nem nőtt ki. Jó napot! Adjam a olyan kajabálót! Várja. Nagyon nagy trombita mester vagyok, amúgy csak szeretném elmondani. Szevasz Duracell! Szia, hello, szia, szia Duracell fiam, hello! És lett ki a kajabálni fog nekünk a veszteségből valószínűleg. Hello? Hello? Egy fokkal jobban hallok. Egy fokkal jobban hallok. Hát ez csak egy kis hangszóró, érted? Ez nem olyan, mint ami nekem áramban működik. Hát miért költöztél ilyen messzire? Halló? Halló? Szia, Löki! Szia, Löki! Toltam, hogy manuál? Hogy a manuál? Hogy érted a manuál? Ja igen, én játszottam, aha.
ez az alapzene, ami benne van. És akkor a numerikus billentyűzettel tudsz játszani mindenfélét. Hopp, valaki zongorázik. Virágom, virágom. Úristen, lötyizong, izé, ez virágomsz, virágomsz. De nem jó, nincsenik hang. Dehogy nem. Még elizélem neked, nézd meg. Ez mi volt ez a vége, ez a blubblubble? Hidegbe gyűjtöm. Ide? Benned van a gitára úgy félig, de nem baj. Na várj, csináljunk egy zenekart, én zongorázok akkor. Ez a legjobb, amikor idegbe gyiszom úgy. De ez egy szar. Virágom. Na jó, dobolj mellé, meg virágazok. Azért nem tudom. Nem lehet. Passz, hogy még a ritmus se tudjuk. Dropjon Letty, nem megyünk el dropra? Ez jó ritmus. Tetteret ütte az élet, hurikán dagdasz. Dagobert bácsi, kacsa mesi, dagdasz. Tetter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 ette
Itt. Na, akkor még egyszer ezt a ritmus, gyerünk. De így, hogy tuci, 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 tuci. És akkor lehet, csak ennyit, hogy tuci, 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 tuci. Azaz. Azaz. Gyerünk. És. Itt az élet hurrikán, Doctors. Dagobert bácsi. Az a baj, nem tudom a szöveget, de amúgy ez jó alap, fasza. Na jó, hallod, gyere, menjünk el a lútérésre. Nem tudtál fölhívni telefonon, csak mondom, mert battad az aciba a telefonod. Gyere, menjünk Lutiér, mert van. Csóroságokban vagyunk. Csóroszimász. De... Mi ez a hang? Ez most égdörgött, vagy valami robb?
Ja, bazd meg, én ilyet nem is hallottam. Ó, bazd, hogy itt vagytam fönt a reflektor, semmi baj. Hol aludt? Ott szállika. Ott szállika. Na gyere, go, futás. Így drög a jége. Mi a fasz? Mint hogy atomrobbanások lennének. Vigyázz, a tüskéjeim vannak. Kösz. Jössz ő Discordra amúgy? Itt is egy autó. Mi? Hogy jössz el a Discordra. Minek? Úgyis tudunk itt dumcsizni, meg amúgy sem vagyok még itt teljesen. Oké. Okay. Tényleg egy perc. És ide lehet mindenféle ilyen kisebb lootokat szerezni, srácok. Ugye itt vannak a scrapek, amik kellenek nekünk, meg a autóba alkatrészük majd. Az egy égdörgés, mert nem is hallottam ebben a játékban, találtam egy lovat, az most nem tövegyük. Hol a... ott van. Tuci, 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 itt az élet, hú. Ott meg egy NPC. Hol a lovam? Hello, szia, ló! Ilyen fos. Ez nagyon jó a fénypenge nekünk. Ezek a minden sok szar szemét, amit itt összeszedünk, srácok, ez arra jó, hogy van ilyen daráló féleség a játékban, és ezeket a sok szemetet, hogy ledarál, nagyon értékes anyagokat ad. Ott van még egy ló. Bassz meg, mi a fasz? Pányi ló! Egy MP5, egy fűrész, egy 157 scrap. Úristen, és helyen meg a holdon, bassz meg. Jó. Ezeket visszük. Ez is kell, ez is kell. De várj, mit basszak ki. Persze úgy nem lehet elni lootolni, úgyhogy minden szar nálod van. Kell akard a faszomnak. Jó, ez jó lesz. Találtunk még egy MP5-t, az nagyon faszá. Szóval így ezekből a droppokból nagyon jó cuccokat ki lehet venni early game-ekbe, hogyha mondjuk jöttök játszani, vagy valamit, vagy játszatok majd legközelebb ezzel a játékkal, vagy valamikor. Szóval a droppok azok nagyon jók, de hogy ugye vannak többen a térképen, akik ellenséges szándékokkal közelednek feléd, akkor itt megbaszhassák a szállat, hogyha nem figyelsz oda. Igen, az a része, amit mutattam most a házban, az a Hawaii Dizsi. Amikor így elszórakoztak egymással, meg a cuccokkal, meg minden szar. De ugye azt ott, amit ott láttatok, hát az rengeteg, de egy akusztikus gitár kiesett a hordóba, érted? Szóval rengeteg dolgot kellett csinálni ahhoz, hogy az úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Nincsen hely a zacsi... Várja, van táskám nekem. Hűdik a nagy táskám, meg ott vannak. Jó, akkor ezeket be is helyezem oda. Basz meg, mi... Hát ez kurva jó! El is fejtettem, hogy van táskám. Úristen! Úristen, támadnak! Volt egy MP5 a izébe. A dropba. Azzakon nem kell. Most rengeteg szemetet összeszedek. És aztán tudjunk jót darálni. Mit csinálsz a lovamban? Adtál neki izért, almát?
Hát most találtam. Hello! Ne ijeszgessed, légy szíves. Upszi! Elsültél véletlen, vagy mi történt? Igen. És lesz valami projekt máma? Hova szeretné? Metróba? Hajóért menni? Vagy mi lesz máma? Vagy lesz valami máma esetleg? Nem tudom, egy györöre csak lootolni kell a baromi sok. Ja. Bennett metróban még le lehet majd nézni. Ja, ott is van jó sok cucc. Ű, a cserepek azok nagyon jók, a cserepek azokat szereted. Kőkandalló, bazd meg, már van belőle 85. Nézzük a dobozt meg ott hagyta. Most a hordót. A hordóban mindig van scrap. Mik a nagy ételszak? Szóval mindig van... Oké! Okay. Nézd meg, hát mint zsákmányot, mindig itt hagyom. Ez mi az a safari kalap? Na, az kell nekem. Így. Nagyon jól nézünk ki most. Nem csikozódik a kép, ugye? Mert jókat kérdem én is. Tél is akkelem kell. Ú, 239 scrapünk van. Ez egy jó kör volt amúgy. Hogy egy kör alatt szereztünk egy scrapet most, de ugye ott a lootba is volt. Aztán kell vágnunk fát, meg mindenféle ilyen szart csinálni. Még ércekért kell elmennünk egy körre. És nagyon sok ércet kell hoznunk a kemencébe. Hol a második? Mit dobtam? Úristen, hívnak, bassz meg! Halló! Halló, jó napot! Hallod, én még nem vagyok nedves. Még nem vagy nedves, vagy miért nem? Miért nem? Hát de mert van rajta esvűkobád, biztos, nem? Bassz meg a búváruha, tényleg! Na látod, hát még jó, hogy a búvárruha nem nedves. Hát, attól még... Na várjál, most ezért hív... Most ezért hívtál föl, hogy szeretnél nedves lenni? Megoldható. Nem, csak nem értettem. Jó van. Oké. Okay. Szia. Letty nem értette, hogy miért nem nedvesedik. Szóval, hogyha tudjátok, hogy Letty miért nem nedvesedik, akkor... akkor írjátok le cseten, és fölhívjuk Lettyt, és megmondjuk neki, hogy miért nem nedvesedik most, oké? Okay? Dick, hogy örül neki, aló? Jön egy medve! A kurva anyád! Jó, medvehúsi is van, de az nincs helyem. Jó, ezeket most megesszük. Ez egy csapat, már nem tudsz hívni, beraktam a zacsiba a telót, kell a hely. Nézd meg! De milyen zacsiba? Ne mondd, hogy abban a táskádban legalább nincs egy darab hely valahol. Valahol. Nézd meg, ott a seggedben is van plusz egy. Hát ez már... Nekem mindig ott van a telefonom a zsebben, az a csimba, jó? Nincs. Oké. Okay. Írja Letty itt mellettem, amit pont nem láttak, mert kitakarom a cseten.
kandallók el a fasznak. Ez is kell a fasznak, minden lesz helyen. Twitchnek plusz egy írja le. Igen, pont most akartam mondani, hogy azt írt a Twitch, hogy szerintem azért nem nedvesítő, mert távol vagy. Ez egy nagyon-nagyon remek felvetés amúgy. És tetszik is ez a felvetés. Bőrsz. Mi az, hogy nincs bőre? Csont kell a fasznak csont. Jó. Én nagyon nedves vagyok már. De sajnos a időjárástól csak. Csepereg az eső. Ilyen messziről csak kívülről nedvesedek. Kappa. Dik a medvebűr. A medvebűr! Micsoda a szőnyeg? Lopott szőnyeg? Vagy mit láttam? Ja, ez olyan, hogy medvebőr szőnyeg. Lopott szőnyeg. Nagy fatábla. Faszfatábla. Itt van egy autó. Ezt meg lehet a szerel... Hát ez már fő robban, ez már nem szerelítve. Nagy autószervizem van amúgy. Lehet hozzám hozni autót. Scrapekért cserébe szerelek. 100 scrap egy autószerelés. Nagy ültetvényes doboz, az se kell nekünk most. Van 4. De meg kell nézni, hogy áll... Az kell. Ponyvár nem kell. Hol ment a lovam? Hol a lovam? Karizsára. Eltűnt a lovesz. Így szoktam elveszteni a lovaimat amúgy. Pedig így előre engedtem, leszálltam a lóról és így elment, nem? Valamerre. Na, ja, itt van, megvan. Elbújt a bokerzba. Lehet beviszem a garázsba őtet. Mi a faszom? Úristen, beszartam. Jézusom. De befostam. Halló? NPC van is, hogy ki a faszom volt ez? Jézusom, pont kitett. Geci. Jó, az élet kell nekem. Jó, elvezőt kibaszom a faszomba, nem kell. Micsoda? Shotgun lőszer. Micsoda? Micsoda? Na jó, húzzunk haza, mert le kell rakni az útat. De ez akkor milyen nagy világításokban vagyok, érted? Öntöző rendszerem meg be van kapcsolva, érted, amikor esik első. Már a lovat beviszik, hogy geci a tüskék. A saját tüskéjében megyek bele. Hát, fantasztikus. Pedig most el kell mennem fát vágni kurva sokat. Felisszadod nekem a helyet, te mosófő. Mondom. Miért vagy itt ajtó amúgy? Tár vagy itt vadik. Táron nyitva áll ajtó, mit érted? Tár van nyitva, az öntöző rendszerbe be van kapcsolva. Mikor esik az eső, és fingik a jenő.
Üj, ott a nagy kész kukoricák megvannak. Az igen. Letti, hogyha megetted a kukoricát? Letti, hogyha megetted a kukoricát? Kérem vissza a magokat! Kérem vissza a magokat! Miért ilyen a hangom? Lehet itt sincs. De otthon van. Jó. Srácok, mi a helyzet? Hello! Csöcsi puszi szerelem, mint mi van itt a csetem most? Lurki murki burki? Ja, amit még nem tudtam megmutatni nektek, hogy itt fejeztem be itt a mesélésemet itt a stream elején. Ugye itt van a nagy generátor, ez lássa el a főbb áramellátást. Várod a tököt? De nincs tökömdik. A lábom között van csak. Szóval igen, ez a fő generátor, és a többi mindent, ugye ezek a kis akkumulátorok csinálok, mint például a reflektort, azt, itt a öntözőrendszert, meg a szivattyúzást, a minden... amúgy most kell szivattyúznom nekem. Látod? Ja, ezek olyan tele lesznek, mint a fasz. Már tele is van, bazd meg. Úristen, ez... Very big. Very big. Úristen, ez annyi vizem van. Ez még fruiting. Fruiting, úgyhogy ez... Ez még csak gyümölcsözik még. Ezt is lehet szedni már, de... Én megvárom a fruitingot rendesen. Hú, ez meg már haldok. Ja, hogy nincs helyem. Faszom! Na, gyorsan rakodjunk le. Mit szerváltunk? Szerváltunk egy motorfűrészt. Ezt a motorfűrészt elmegyünk Lötyhöz, és betanuljuk most. Ja. Már megnézzük, hogy... Na hát, gyorsan ezt rakodjunk le. A zsíroskák, a szemetet berakjuk ebbe a dobozba. A szemetet. Igen. Ezt nem ide. Ezt a titkos ládámba rakom. Itt vannak autóalkatrészek. Agan. Azt mondja, ide jöhetnek a nyers anyagocskák. Igen. Itt ám rend és fegyelem van. Nagyobb rend van itt, mint akárhol, ahol egyszer megmozdultam, érted? Ez miért régi törökre? Jó. Na, amit akarok csinálni, ércekért kell elmennünk mindenképp, oké? Ezt azért szóljatok majd rám, hogy ércekért el kell mennünk. Ércekért, mert az nagyon kell nekik most. Érc. Baszik, ez is ilyen dörög éged, én nem is hallottam ilyet. Nagyon faszán hangzik ez most. Tiszta hangulatos. Tiszta hangulatoska. A másik dolog, amit meg kell csinálnunk, hogy betanuljuk a motorfűrészt, hogy meg tudjam javítani, és a láncfűrészt. Van medvehúsink, azt bebasszuk a hűtőbe. Ugyám. Ezt berakom magamnak, hogy ezt megesszük majd. Jó, az a élet az nálunk is maradhat. Jó, és trombita meg ilyen hangszerek nem kellenek nekünk. Van itt minden, bazd meg. Bazd meg, bazd meg. Vetti vissza azt a hangszórót. Nézd oda. Itt a tubám. Itt a tubám, a pánsíp. Azt is lerakjuk, hogy minél több. Bazd meg, ilyenkor mindenféle pánsípok, és azt mondja, Letti, neki nincs helye, érted. Jó, 556-os lőszer sem fog kelleni nekem most. Vízvezeték ez nem se kell szerintem most nekem itt most. Jó, ezt ide. Három kell. Aha. Szépen el kell rakodni a ládába, érted? Mielőtt itt útnak indulsz. Mindennek legyen meg a helye. Minden legyen nálad kaja. És élet, az nagyon fontos. Hogyha véletlenül... Ne, nem azt akartam benyomni, bazd meg! Ha véletlenül verekedésbe keverednél.
Na, és telefon, az nagyon fontos legyen nálunk telefon, hogy bármikor el tudjanak érni a barátaid. Mert ott a bajok vannak, meg ilyenek. Így, kettő rugó, az is jöhet ide. Jaj, te mire? Hát hol van az? Ez... Úgy, miért van itt 25 szar a dobozomba? Miért van fákjám a dobozba? 25 szar. 25 szarocska. Igen, lőszar. Azért ide. Nagyon fasza. Úgyni. Rend és fegyelem. Nagyon fiszi fasza. Jó, a vizet berakjuk ide. Jó, elrakadtunk szerintem. Ja, meg a 556-os lőszert lerakom, az nem kell. 556-os lőfos. Jó. Na, be kell tanulnunk a motorfűrészt. Először elviszek egy ilyen rosszat is, nem tudom, hogy ezt be lehet tanulni. Meg kell nekünk scrap. Nem tudom, hogy akkor kerüli. Megyek DC-re, hogy meg tudj húzni kappa. I need a hero. Hát jó napot kívánok. Kezi csókoló. Hello. Hello. Élvezted ezt a meghúzást? Hopp, atyus. Én annyira nem még. Még annyira nem éreztem be. Jövök hozzád most a újjúvenek. Új, te medve. Minek? Miért? Mesztelen vagy? Nem. Ki akarom tanulni a motorfűrészt. És miért nálam? Hát már nekem nincsen olyan izém. Ilyen rajzolós cuccom, érted? Miért nem raktál még le? Hát a barátok vagyunk, ha neked van, akkor én nem veszek magamnak. Érted? Oké. Okay. Várjál, azt mondja, megnézzük, hogy a rosszat meget. Ez a tétel túlságosan törött a kutatáshoz, jó? Akkor ezt nem... Messze. De van még egy. Ami majdnem szét. 125 forintba került. Az fasza. Nem kell szar. Pont most néztem, hogy nekem is van ládám a 25. Az meg, de nekem itt van 300. Az igen. Hát akkor mit kell a ütetvényem, nem az izé? Trágyázz be a szarad. Ezért, de szaroddal. Hát de nincs helyem. Azért mondom, hogy mit kell a neked nincs... Hát de mi az, hogy nincs helyem? Hát de otthon vagy. Hát de tele vagyok szeméttel, mennék már darálni. Ja, hogy darálni megyünk? Hát persze. De nekem nincs annyi szemetem. Hát nekem van. Picsába. Na jó. Istenem, mer. Várjál, terve ez megtanulása. Kell meg a pucér seggedre. Jó, hagyjál a seggemet létszor. Hogy hagyjam, ha bazd meg ide virít a retinámba? Hát ez... Hát ezt ellőztetni kell, nem lehet izé. Bepálik a seg, meg ilyenek, érted? Nem lehet így felöltözni, mint te. Mert most így, hogy az esőben elázott, most így nem fog bepálni. Na, így nem. Ugye? Így nem, mert kimegyek, megfújja a szél, és már kész szellőzött. Itt egy medve! Ezt nem hagyjuk itt a medve, most itt érted, meg a zsírokat, meg ilyeneket. Ez adja a legtöbb húst. Meg azt is kell tényleg vadászni, hogy legyen anyag. Anyagz. Jössz el? Itt vagyok. Hát rád vártam, baszki. Hát jó van már. Ez a szék itt kint? Hát az ki lehet. Esőszék. Nem, oda kiülsz és így nézheted lett itt, hogy mit csinál éppen, érted? Ja, hogy... Érted, és pontosan rajta tartom a szemem, mert be vannak kapcsolva nagy világító tornyai. Csóriló, meg éhen döglik, csak mondom. Hát ez van most. Most nem tudok vele foglalkozni, sajni-majni. Nézd már meg, milyen szerelés kell a autónak, légy szíves, mielőtt elindulunk. Az hogy kell? Ott a bal oldalt írja. Vagy hány fém, meg fa, meg... Na várjál, most akkor össze kéne szednem a szemetet.
Jó, ezt is eladjuk. Szevasz, Titu boy, hello! Szia, jaj, tényleg, táskám tele van, bazd meg, igazad van. Látod, milyen igazad van? A kurva életben. Tényleg nagyon igazad van, várjál, segítünk, tettük ajtó, hogy itt van, hát. Ja, hogy a milyen négyzetrácsos. Várjál, szállják ki belőle, azt írja, hogy foglalt vagy. Igen, úgyhogy rákapcsolsz elsőre, és akkor látod, hogy ott van egy 12 fém darab, és egy magas minőségű fém kell a javításhoz, mert szétbaszódik a motor. 6 fém darab, egy magas minőségű. Jó, hozok anyagot. Fú, bassz meg, mondom, annyi nyersanyagot elbasztam ezekre autószerelésekre, meg mindenre, hogy nagyon, nagyon el kell menni ércekért. Szélvédőt nem akarod kicserélni? Mi a baj velek? Hát nem is tudom, olyan pókános, bassz meg. Várja, mondjuk majd. Hátul is amúgy. Most jövök, Dick, várjál már. Szalaszét van törve. De hát de benne ülsz autóba. Hát és így hogyan szereljem meg? Láttad, amit én? Ó, és tényleg akkor pucéron látsz, vagy pixelben? Igen. Igen? Nyilván pucéron, nekem nincsen izé. Milyen jó, milyen jó neked? Én is látnám azt a nyílást. Na, ott van, igen, javítva a motor. Az meg fa. Van el 4 darab fa? 9. Nincs. Jó, semmi baj, ügyeldünk. El kell vennem fát vágni, bazd meg, mert nagy hiányok, hogy egy nap 18 óra és meghal a házam, az mondja. Még itt is van az éranyag. Mindjárt, mindjárt kiszedem a, a táskámat is, köszi még egyszer, tubolj. Köszi! Jó. Tiszta új! Mindjárt, csak összeszedem magam. Hát de érted, utolsó pillanatokban szólsz, hogy izé van, akció. Rosszabb, mint egy mennyasszony. Tehát ah, ilyet tényleg van. Ez a inventory-ban lerakodás, ez a legrosszabb amúgy, hogy mindent jó helyre rakki, komolyan mondom. Motorfűré javítópadba. Egy magas minőségi fém, 46 fém darab. Az fasza. Oké. Mindjárt meghal a lobad. Ja, most elnézést kívánok, nem tudok vele foglalkozni. Van etetőd? Sem is ide akartam rakni. Nincsen szerintem. Szegény. Kurva hangos a zene a játékban, nem? Ez az izé. Most ahogy hallgatom. Vedd lejjebb. Én már lejjebb vettem. Eddig annyira nem vettem észre. Nem? Ezt nem ide. Na jó, ez a ló most már az enyém. Melyik ló? Sajnálom, én fogom megetetni, úgyhogy innentől közül. Mike Lowe! A tied. Nem az meg. Volt. Nem, csak megetettem. Adott neki tánc. Az baj, nincsen sok szemetem most, mert nem voltam felkészülve itt erre a indulóra most itt én most. Az meg, nem sok híja volt. Hát nem baj, ez is valami, amit viszünk. Hát én nap mondom, áramhúzásokban voltam, meg minden ilyesmi, nem volt időm szemeteket gyűjteni. Jó, hát én nem sok mindent viszek, ez van. Nagyon fizi fasz, ha? Hű,
az miatt baszott oda. Bassz meg, nagyon rossz amúgy. Amúgy te összesajtom, hogy itt vagy ott, hogyha átjársz hozzá valamit? Nem. Akkor ez miért vagy itt van a hátsó ajtó? Mert épp hova voltam. Cse, igen? És egy hullos lovat kapsz vissza, bassz meg. Az igen. Na. Elmegyünk égetni. És nem égetni, hanem darálni. És azért nagyon sok scrapet, mindenféle ilyen szexuális dolgot lehet kapni amúgy, srácok. Csak az sok szemét kell. Megmondom, hogyha ez a darálás is például nagyon veszélyes tud lenni, hogyha sokan vagytok a szerveren, és hogyha megbasznak érte a nyersanyagokért. Kíváncsiak, hol van Dávid? Viszont a lenyírja a füvet, és itt lesz. Nem úgy volt, hogy én rám kell várni, Lötty? Jó, most... Na, gyógyítom a lobadat. Mennyi benzinünk van nekünk most? Hát, ez fasza. Elérjünk oda. Gyógyítom a lovadat, sararirarirarirarara. De miért rászok el az autóba, azt mondd el nekem. Nem tudom. Te ezt érsek. Jé, bassz meg, hát ez most megzabálja mindenemet. Ide fogunk menni. Gyere már te ló! Tegnap ilyen minden pénzemet elküldöttem ilyen lakókocsira, hogy tudjak szerkezgetni. De most mindent, most ez a fázis van, hogyha mit tudom én, lehet, hogy egy hónap múlva lennénk többen a szervereken, meg minden, és akkor tudnánk nagyon játszízni egymás ellen, meg ilyenek. Hogy addigra kitanuljak mindent is, hogy hogyan mit kell csinálni. Jó napot kívánok! Kezdj csókolom. Tessék beszállni a autóba, hello! Na. Beesik az eső! Hát ezt mondtam, hogy beesik. Hát de van tető. Hát most mit csináljuk? Szerintem az ablakon fújja be, ja nem. Hát de te úgyse leszünk nedves, azt mondtad. Na és akkor. Jó, az a baj, megint bejöttünk a dzsumbújba. Nézd meg. Úgy bassz, hogy bevezessek én? Ne. Visszafelé mindig ide találok egyre, odafelé soha nem tudom útat, mert jöttem. Hogy ezeket pingeket rakni. Többet is tudsz. De hogyan tudok pingelni? Meg elnevezed. Jobb pink. El is tudod nevezni. Ahogy ide kéne. Ó! Oh. Ó! Oh. Ja! Na faszom! Ó! Oh. Oda rész, hogy megyünk? Nem tudsz kiszállni, hogy lezárt a ajtót. Nem tudom, nem próbálom ki menet közben. Várj most. Ki tudod, csá? Ki tudod? Amúgy itt kell bemenni való. Igen, csak hát meg kell fordulnia. Nagyon szép. Amúgy a biztonságos zónában a hely is tud lelőni? Hát valószínűleg, ja. És már nyomjuk a darálást. Mindent is ledarálunk a faszomba. Ah.
Hát ezek sokat nem fognak itt élni, amiket most ide beraktam, de majd ezek a lenti részek. Az a baj, onnan nem szedtem sok szemetet. De nem baj, még a minimum is jó. És azt hiszem csontot nem lehet, igen. Hát akkor ennyi lesz, annyi. Azért lesz jó, mert milyen megy mindenre ez a szar. Ez a hülye fény darab, úgyhogy... Na te most már milliómos lettél, Etti? Még nem. Még nem? De alakul. Alakul a molekula? Na bazdmeg, olyan lootokat fogok most szedni. Meg szemetet, életek a szemetes keménybe. Hát nem sok minden. Na majd nézd meg az enyém. Nem sok minden. Hát akinek volt ide ez izéni, szemeteskedni, érted? Na te csak ne időzzél itt nekem. Na várj, de hát el van foglalva. Tudom belenézni. Hát majd ha végeztem. Hát egyom, hát de szálljál ki. Nem. Szálljál le róla? Majd a végénben most még fófasz. Jó, addig elmegyek pössenteni, oké? Nyomod. Jaj. Igen. Mi a fasz? Úristen. Amúgy van a játékban ilyen izé. Valahol ezen a területen vagy, lehet, hogy nem ezen a mapon, de van ilyen ilyen szerencsejáték része ennek egésznek, hogy scrapbe lehet pókerezni, blackjackezni, fogadni ilyen, nem tudom, valamikre, számokra. Micsoda, hol? Meg izé is van, 8 karú rabló scrapekért. És tudsz nyerni scrapeket, jaj, meg minden szart. Nem tudom, hogy ezen a pályán van-e. És nem tudom biztosra. Azért te még mindig darász? Igen. Mi a fasz? Hát már azóta húgyoztam is, meg itt ülök a széken már fél óráig. Az anyám. Lootmester. Dik, nekem itt van 140 scrapem, Dik. Tudom, hogy azért... Úristen. Jó, akkor... Tudod, azért kölcsibe lehet adni itt most. Na, ez persze. Nézek, hogy bennülök a darálódba? Nem nézze. Azt a kurva! Szép, 300 scrap, 1188, 122 nagyon nagy fémek. Szép, jó vagy. Easy. Na.
Nézzünk már körbe itt ezen a területen. Mert lehet, hogy itt van milyen félkarú rablón, és akkor a most megszerzett pénzt el is költöttem. Én itt semmit nem találtam. Mert az itt ilyen biztonsági zónában van amúgy, az is. Hát de két nem, hogy itt. Itt van-e te? Hol? Meg is találtam. Jó, akkor most jó napot kívánok!